Köszöntöm Önöket, ismét jelentkezik az Árt Café Fehérvár Székesfehérvár belvárosából. Az elkövetkező 50 percben pedig szót ejtünk majd a Katona Zenekari Fesztiválról, a Székesfehérvári Királyi Napok rendezvény sorozatának programjairól, valamint a koronázási szertartási játékokról is, és sok szeretettel köszöntöm itt a műsorunkban Ruf Tamás őrnagyot, a Székesfehérvár helyőrségi zenekar karmesterét, valamint a házigazda Összhaderő nemi parancsnokság képviseletében Schmidt Zoltán dandártábornokot. A Fricsei Katona Zenekari Fesztivál lesz a témán. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Én is köszöntök mindenkit. Örömmel jöttünk. Köszönjük a meghívást. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Fehérvári Katona Zenekar nevében én is. Katona Zenekar nagyon népszerű itt a városban, és azt hiszem, hogy nincs olyan rendezvény, ahol fellépnének a zenészek, akkor ott ne lenne perceken belül, vagy másodperceken belül csődület. Ez jellemzi a Fricsei Katona Zenekari Fesztivált is. Igen, gyakorlatilag idén a 6. fesztiválra készülünk, és az eddigi 5 fesztiválon 2-3 ezer fős tömeg gyűlt össze gyakorlatilag, és hát ez egy nagyon-nagyon jó érzés nekünk zenészeknek, hogy ilyen sokan és ilyen kitartóan jönnek erre a fesztiválra. Tábornok úrhoz is biztosan érkeznek visszajelzések. Mit mondanak az emberek, hogy miért vonzó a katonazene? Én úgy gondolom, hogy egy kicsikét vissza kéne szaladnunk az időbe. Annak idején a katona zenekarok azért alakultak ki, az akkor hangászok, hogy a harc vezetésével segítettek. Hová hang nem jutott el, eljutott a zene, eljutott a kürt, eljutott a domb. Hogy fejlődöttek technika, gyakorlatilag háttérbe szorultak. És gyakorlatilag a társadalommal kapcsolat tartásnak a szerepe nőtt meg a katona zenekarok kapcsán. Engedje meg egy jó példát mondjak erre. Tavaly évben sikerült Lourdesba részt vennem a Nemzetközi Katonai Zarándoklaton. A delegáció zenekarái kirejlenek egy helyet, és ott a lakosságnak játszanak. Ugye elkezdett játszani akarú hodmezős a zenekar, először egy ember, két ember, és egyre több ember állt meg. És egy teljesen idegen környezetben, teljes idegen kultúrában vonzotta a tömegeket. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez az, ami jelenti a vonzerejét egy katonazenekarnak. Akkor mondhatjuk azt, hogy a katonazene egyfajta híd vagy kapocs lehet a civilek és a hivatásos katonák között, a honvédség között? Igen, mert sok esetben a katonákat a durvább arcáról ismerik az emberek. A katonazenekar az, aki elsimítja ezt, és összeköti a mindennapokban az embereket vele. Úgyhogy szerintem igen, az egyik legfontosabb szerepe neki ez. Nyilván a zenekar pedig közvetlenül megkapja ezeket a visszajelzéseket akkor az emberek részéről. Hát igen, a legközvetlenebb visszajelzés az a helyszínen a taps. Ha az emberek tapsolnak és mosolyognak, akkor valószínűleg rendben van minden. Ha nem tapsolnak, annak is ugye két oka lehet, vagy annyira tetszett, hogy szóhoz se jutnak, vagy az a másik, ahogy nem tetszett, de olyan még nem találkoztunk, hál' Istennek. Azért, hogyha egy zenekar, már pedig a Magyar Honvédségnek mind a 10 zenekar ilyen, hogy felkészülve érkezik egy fellépésre, akkor azért ott egy igen jó színvonalon hallhatják a nézők a zenészeket. Hogyha már a zenekarokat említette Tamás, akkor ugye az is hagyomány már, hogy ezen a regionális katonazenekari fesztiválon több csapat is bemutatkozik, több együttes érkezik. Idén 6. alkalommal kerül erre sor a városunkba. Kik lesznek majd a vendégek, Tamás? Vendégként köszönhetünk 3 helyőrségi zenekart. Kezdem talán az egyik legnagyobb helyőrséggel, Budapesttel, hiszen ez a fővárosunk. Budapestnek 2 zenekara is van, 2 katonazenekara, van a központi zenekar, az egy nagy létszámú 54 fővel szolgáló katonazenekar, nem ők jönnek, hanem van egy Budapest helyőrség zenekarra hallgató zenekar, ami létszámában és jellegében nagyon hasonló a Székesfehérvárihoz, tehát jön Budapestről egy helyőrségi zenekar, jönnek Tatáról, akik gyakorlatilag rendszeres vendégeink, és jönnek innen a szomszédos Debrecenből is. Úgyhogy Debrecen, Budapest, Tata és Székesfehérvár részvételével lesz ez a fesztivál megrendezve. Tábornok úrnak van kedvence? Nyilván hazabeszélni lehet, és gondolom, hogy a Székesfehérvár helyőrség zenekara a szíve csücskében van, de a felsorolt együttesek közül. Hát van, természetesen minden szeretne maga felé húzva a keze. Természetesen a székesfehérvári, az a hazai, a kedvenc. De a másik, ami ugyanúgy kedvenc, a kaposvári zenekar. Kaposvári zenekarnál gyakorlatilag a Tamás is kezdte pályafutását. Olyan örökséget hagyott hátra, hogy azzal megint méltón meg tudnak jelenni, és tényleg az embernek szívben már
markoló dallamokat játszanak. Ez a két zenekar, ahol tényleg azt mondja, kedvencem. Hogy említette a szívbe markoló dallamokat, akkor van esetleg személyes élménye, vagy ilyen olyan dolog, amire szívesen visszaemlékezik a katonazenekarok kapcsán, vagy a katonazenek kapcsán? Igazából nem is azt mondom, hogy a katonazenekar kapcsán, hanem az adventi koncertek, amit a Tamásék itt a Bazilikában bemutattak. Én azt mondom, hogy egy olyan példaértékű koncerteket mutatnak be, és abban a teljes spektrumban. A katonazenekarokat látjuk az utcán, látjuk katonazenét játszani, látjuk a Bazilikában egy teljesen más zenét játszani, de az a lényeg, hogy az emberek mindenhol megállnak, és mindenhol megfogják. Én azt mondom, hogy talán az egyik kedvencem ez részükről. Tamás, van esetleg maradandó élmény? Ugye mindannyian emlékszünk a tavalyi év lánykérésére, ami sokak szívét megdobogtatta itt a Fricsai Fesztivál kapcsán, de van-e még valami más emlékezetes momentum? Hát rengeteg, rengeteg. Tehát nem tudom, mennyi a műsoridő pontosan, de... Van még időnk. Most tábornok úr említette a lurdi zarándoklatot, és... Nem beszéltünk össze, tehát nem tudtam, hogy ez szóba fog kerülni, úgyhogy ez most tényleg egy spontán élmény, amit most elmondok. Ott én még a Kaposvári Zenekar karmestereként egyszer részt vettem egy lurdi nemzetközi katonai zarándoklaton, és ott történt, hogy a helyi szervezők minden nemzetből érkező zenekart elirányítottak, hogy te itt játszol, te amott játszol, te amott fogsz játszani, és minket is egy valamelyik hotel elé delegáltak, hogy na, itt kell majd térzenét adni. És hát esti órákban, ugye nappal nagyon meleg volt, és esti órákban lehetett ezt megcsinálni. És kérdeztem, hogy nem zavarja ez az embereket, biztos, hogy szabad itt este zenélni. Tehát ilyen este 9-10 óráról beszélünk. És azt mondták, hogy á, nem, játszatok nyugodtan. Mi ki is vonultunk a zenekarral a adott hotel elé, elkezdtük a műsorunkat, és a harmadik szám után megjelent a helyi rendőrség, és hát franciául mondták, amit mondtak, de erőteljesen mutogattak az órájukra, és hát egyértelmű volt, hogy közölték, hogy itt vége van a koncertnek, mert hogy 10 óra van, és ezt ne csináljuk. Na mondom, ezt kérdeztem tegnap, na mindegy, és mondtam nekik, hogy még egy számot szeretnénk, és akkor az a vége. Mondtak, hogy jó, egy szám, de aztán ennyi. Na hát mi pedig elővettük a repertoárból a Csendőr Saint-Tropez-ben című filmnek a zenéjét, ugye Louis de Funès főszereplésével volt világhírű film, és eljátszottuk ezt a csendőrindulót. És hát az lett a vége, hogy szó szerint mondom, ami ott történt, a csendőrök, volt férfi és női egyenruhás is, táncra perdültek, táncoltak a nézőkkel, a közönséggel, majd amikor vége lett, nagyon-nagyon megtapsoltak, megköszönték, és azt mondták, hogy ameddig akarunk, maradunk és játszunk. Akkor kitolták a zárórát, mondhatni. Igen, tehát hogy minket elküldeni akartak, aztán a végén pedig ott maradtak és biztosították a területet. Ez mondjuk egy elég emlékezetes élmény volt. Ugye amikor a katonazenészekről beszélünk, akkor az embernek a fejében azért megfogalmazódik az a gondolat, hogy a zenész az egy művész ember. A katona az meg azért a vasfegyelemről, időben érkezésről és egy csomó szabály betartásáról híres hivatás. Hogy fér össze a kettő ön szerint, vagy mi a tapasztalat, hogy fér össze? És hát nyilván Tamás utána nálad is érdekes lenne ez a kérdés, hogy a művész és a katona ember hogyan birkózik meg egymással. Szerintem nagyon jól összeférnek. Gyakorlatilag volt az a, most megint a Kaposvári zenekarhoz kell egy kicsit visszamenni, volt az a feladat, amikor ők is ugyan bevonásra kerültek, nem a hangszerrel, hanem a kétkezi munkával, egyebekkel. Gyakorlatilag a Kaposváron őket lakberendezőként hívták. Gyakorlatilag objektumokat kellett előkészíteniük, berendezniük, meg egyebek lakberendezőként. Mondhattuk azt, hogy művész, nem művész, de gyakorlatilag ők is ugyanarra a feladatot végre tudják hajtani, természetesen rohamot nem fog végrehajtani, de végre tudja hajtani. Nem értek a zenéhez, csak szeretem és élvezem, de feltételezem, de el nem tudom képzelni azt, hogy fegyelmezetlenül lehessen játszani bármilyen hangszeren, és az, hogy valaki megtanul egy hangszeren, ezen a szinten, vagy még magasabb szinten, ha létezik volna egyáltalán, az akkora önfegyelemre van szükség, szorgalomra, akarásra, ami a más katonák felé is, én azt mondom, hogy igencsak példamutatónak kell, hogy legyen. Tamás? Hát szerintem ezt tábornok úr teljesen pontosan felvázolta. Szóval ahhoz, hogy valaki
egy katonazenekarban, vagy egy szimfonikus zenekarban, vagy egy kamarazenekarban, mindegy, de hivatásos zenekarban zenéljen 20-30-40 év gyakorlás. És ezek hosszú évtizedek, és nagyon-nagyon nagy fegyelmet, és pontosságot, és precízséget igényel bármilyen zenekarban való játék. Aki nem pontos, aki nem precíz, aki késik, aki állandóan molesztálja a többieket, azzal nem lehet együtt zenélni. Aki nem tartja be a karmester utasításait, mindig egy kicsit előbb játszik, az gyakorlatilag annak megszűnik a munkája. Úgyhogy az, hogy még én azt gondolom, hogy elsősorban azért vagyunk precízek és pontosak, mert zenészek vagyunk. Az, hogy katonazenész, az ez erre még ad egy kis habot a tortára, tehát hogy katonai értelemben is komoly fegyelmet igényel. Azt gondolom, hogy ezzel sincs gond, hiszen, ahogy tábornok úr említette, tehát az árvízvédelmi munkálatoktól kezdve azért, amikor elindult itt ez a úgymond ez a határhelyzet most az elmúlt években, ebben mind részt vett a fehérvári zenekar is, nem is kicsit. Tehát hogy azt gondolom, hogy ott elő kellett, hogy jöjjön a szó szerinti pontos katonai fegyelem. Úgyhogy szerintem ez egy művészet, hogy a zenész egy művészet, és a katona az, hogy együtt. Hogyan lehet összezsonglőrködni például azt, amit most ugye elhangzott az is, hogy azért helyt kell lenni, hogy akkor a szolgálat van, akkor azt el kell látni, és hát nyilván mellette azért gondolom, hogy vannak próbák, koncertek, stb. Ezeket, hogy lehet összehozni, mert vannak ugye nyilván tervezhető dolgok, de amit említettél is, például az árvízi feladatok, azok nem feltétlenül biztos, hogy betervezettül érkeznek. Hát igen, mondjuk az... Ilyenkor ki zsonglőrködik mondjuk az ÖHP-től, vagy a zenekartól zsonglőrködtök a beosztással? Hát ez egy csapatmunka. Ez egy csapatmunka. Itt a parancsnokság, az ezred, a zenekar, ezt közösen kell. De egy biztos, ha mondjuk azért van egy árvíz, egy katasztrófa helyzet, az felülír mindent. Tehát ott akkor nincs koncert, akkor ott árvíz van. Akkor ez egy ilyen elég nagy odafigyelést ér... szükséges ehhez a feladathoz. Ugye volt szó itt már a fellépésekről, koncertekről. Mi változott mondjuk a repertoárban az elmúlt években? Sok minden? Kellett-e nyitni könnyedebb műfajok irányába? Kellett. A közönség nyitottabb lett-e? Nyitni nem kellett, hiszen mindig is próbálkoztak nem csak a katonazenekar, szerintem a többi zenekar is egy kicsit a torta minden szeletét megkóstolni. Tehát egy kicsit megmutatni, kicsit megpróbálni magunkat más vizeken. Hál' Istennek nekem olyan zenészeim vannak, akikkel ezt meg lehet tenni. Tehát, hogy nem probléma, ha mondjuk egy könnyű zenei koncertet kell adni, hiszen vannak olyan zenészeink, akik mondjuk játszanak más big bandekben, itt Fehérváron is, mondjuk a Fehérvár big bandben, vagy játszanak Budapesten más nagy komoly együttesekben, tehát van erre úgymond gyakorlat egyénileg. Ugyanakkor nehéz besakkozni ebbe a rendszerbe és ebbe az életmódba, amiről az előbb beszéltünk, hiszen nekünk éves szinten van 130-140 kivonulásunk. Ez alatt azt értjük, hogy ez éles megmérettetés, koszorúzás, állami nemzeti ünnepek, koncertek, bazilikában, színházban, tehát hogy azért ez a 140 ez egy nagyon-nagyon nagy szám. Kevés felkészülést és nagyon pontos és nagyon hatékony felkészülést igényel. Ennek ellenére nekem például nagy öröm, hogy országosan egyedülálló az a dolog, hogy a katonazenekar mondjuk 2013-ban játszott itt a Vörösmarty Színházban, és a Lír Király című darabban voltunk zenekar. És nem... szerintem nagy sikerrel, meg a visszajelzések gondolom hozzátok is eljutottak. Igen, és ez egy nagyon nagy élmény volt, mert ez nekünk egy borzasztó nagy kirándulás volt a művészvilágban, a zenében és a színházi életben. És hát nehéz kimondani, de nagyon gyorsan eltelt 5 év, és most újra játszhatunk a színházban, most a Chicago című musicalnek leszünk a zenekara. És ez azért egy nagyon jó dolog, mert van egy ilyen zenekar, vannak ilyen zenészek, akikkel ezt meg lehet csinálni, van egy ilyen színház, aki gondol a katonazenekarra, és ezúton is köszönöm szépen igazgató úrnak, hogy számít ránk, mert ez egy nagyon jó pozitív visszajelzés. Nagyon jó dolog, hogy van egy olyan parancsnokság, aki ezt támogatja, hiszen a parancsnok úr támogatása nélkül ez nem menne, mert még több odafigyelést és még több szervezést igényel. De
De ez egy komoly kihívás a zenekarnak, hogy ismét a színpadon lehetünk, mint helyőrségi zenekar, de a színházban, a musicalben. Szóval hogy azt gondolom, hogy ez egy elég színes paletta, és tényleg országosan egyedülálló. Tábornok úr, itt jövök vissza, még a beszélgetésünk elején mondta azt, hogy fontos az, hogy erősödjön a kapcsolat mondjuk a lakosság és a katonaság között, de mondjuk az ilyen szerepvállalásokkal a város közösségi életébe, a vérkeringésébe is bekapcsolódik a honvédség. Gondolom ez nem titkolt cél. Nem, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy Székesfehérvárt tekintsük egy nagy családnak. Gyakorlatilag az évtizedek során a katonaság, a honvédség a nagy családnak tagja lett. Egy-egy eleme lett neki gyakorlatilag. És amikor beszélünk arra itt az augusztus 20-ai Szent István napi ünnepségek meg egyebek, akkor a család együtt ünnepel, a családnak minden tagja. Gyakorlatilag azt értjük, hogy az ÖHP, illetve az egyéb katonai szervezet 43-as, 93-as, akik Székesfehérváron vannak, a család együtt ünnepel. Ki mit tud vinni ebbe az ünnepségbe? A honvédség, a katonaság be tudja vinni a zenekart. Egy kicsi plusz tud adni hozzá, egy kicsikét az embereknek, az emberekhez közelíteni a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy egy ünnepnek akkor van értelme, ha a család együtt ünnepel, és mindenki jól érzi magát. És úgy gondolom, hogy most megint egy olyan ünnepelni nézőnk, ami valószínűleg jól fogjuk érezni magunkat, gyakorlatilag az éves tapasztalat az előző évben, előtte is minden évben jól érzi magunkat. Ha ezzel tudunk hozzájárulni a család részéről, akkor ezt fogjuk tenni. Elhangzott már több alkalommal is, ugye 6. alkalommal került megrendezésre ez a fesztivál. Mi volt, ami az elején életre hívta ezt a programot, ezt a rendezvényt, hogyha visszagondolunk rá? Ez 2013-ra tehető. 2013-ban itt Szent István emléké volt a városban, és az Összhaderőnemi Parancsnokság akkori parancsnoka, Domján tábornok úr tett egy ilyen felajánlást a város felé, hogy hát ő mint helyőrségparancsnok úgy gondolja, hogy legjobban a királyi napok programsorozathoz úgy tud hozzájárulni, hogy ő felajánl egy katonazenekari fesztivál megszervezését, lebonyolítását, és hát erre a város nyitott volt, és 2013-ban így elindult ez a fricsai fesztivál. Mindenképpen fontos beszélni szerintem a névadásról, hiszen ez annyiban is más, mint a többi katonazenekari fesztivál, hogy mindenhol máshol úgy hívják, hogy például Kaposvári Regionális Katonazenekari Fesztivál, Szolnoki Regionális Katonazenekari, Debreceni Regionális Katonazenekari Fesztivál. Fehérváron mi van? Fricsai Rihárd Regionális Katonazenekari Fesztivál. Szóval ezzel is adózunk a nagyon nagy hírű, tényleg nemzetközi hírű katonakarmesternek, Fricsai Rihárdnak, aki a Monarchia idején tevékenykedett itt Székesfehérváron, és hát ő egy olyan katonakarmester, akire az egész város méltán emlékezik szeretettel, hiszen ő abszolút bent volt a város zenei és teljes művészeti körforgásában. Tehát ő alapított a filharmóniát, zeneiskolát alapított, tehát hogy egy nagyon-nagyon fajsúlyos művészember volt. Én pedig bízok abba, hogy a siker az garantált, és évről évre lesz majd folytatás. Én megköszönöm, hogy itt voltak velünk. Köszönjük szépen a meghívást. Köszönjük szépen. Annyit még szeretnék elmondani, hogy 2018. augusztus 16-án, csütörtökön 16 órai kezdettel kerül majd megrendezésre a 6. Fricsai Rihárd Regionális Katonazenekari Fesztivál. A fesztiválon pedig a fehérvári helyőrségi zenekar mellett vendégegyüttesek érkeznek, ahogy azt már említettük, Veszprémről, Tatárról, Budapestről, és ők töltik meg majd Pergő katonazenével a belváros tereit. Én azt hiszem, hogy nincs más hátra, mint hogy egy kicsit ismerjük meg a zenekart, és egy kicsit mélyüljünk el a katona zenében, és hódoljunk ezeknek a kellemes dallamoknak. Jöjjön tehát a katona zene a Székesfehérvár helyőrség zenekar tolmácsolásában. Thank you.
Nos, hát azt hiszem, hogy megfelelő ízelítőt kaphattunk arról, vagy abból, hogy micsoda fantasztikus hangulat várja majd a Fricsei Katona Zenekari Fesztiválra érkezőket, ide látogatókat, és hát egy kicsit már megtapasztalhattuk szerintem a székesfehérvári királyi napok nyüzsgését is. Sok szeretettel köszöntöm Cser Palkovics András polgármestert és Szikora Jánost, a szertartás játék rendezőit. Jó volt itt elmerülni ebben a zenében. Jó estét kívánok, tiszteltel köszöntjük a tévénézőket, ugyanúgy, mint az itt minket körülvevőket, akik azt gondolom nem véletlenül maradtak itt, a katonazene miatt maradtak itt. Ez is jól mutatja, hogy mennyire szeretik ebben a városban, és azt hiszem, hogy valóban egy nagyon szép hangulatot teremtett részben a ma estéhez, részben pedig azt hiszem, hogy szépen mutatja, hogy mire is készül a város, és miért mondjuk már azt, hogy visszaszámlálás van, és hamarosan szerencsére kezdődik 2018-ban is a királyi napok rendezvénysorozat. Visszaszámlálás van már olyannyira, hogy azt láthattuk, olvashattuk a híradásokban, hogy már az olvasópróbák is zajlanak, és hogy most már birtokba vették a szabadtéri színpadot is, igazgató úr. Így van, tehát a hátam mögött már kibontakoznak a második András szertartás játékának az elemei, amelyek idén kicsit különböznek az eddig megszokottól. Máshol vannak a tornyok, más a koronának az elhelyezése és egyéb vizuális meglepetések, amelyekről most nem szeretnék beszélni, de mindenképpen újdonságként hatnak majd idén is. A színészekkel kezdtük el a próbát, holnap jön a zenekar, a zeneszerző, a kórus, és néhány nap múlva 60 lelkes, határon túli diák is kapcsolódik a szertartás játékhoz. Idén az ő részvételük ad egy olyan különleges érdekességet, mint ahogy tavaly a fiatal cirkuszművészek. Minden évben van valami új elem, és hát hogyha már a építkezésnél, meg a visszaszámlálásnál tartunk, az is jól látható, hogy hát a nyitó esemény helyszíne is már elkezdett épülni. Igen, itt lesz most már szokásainak megfelelően az országalmánál, a város főterén, nem messze attól a szakrális helytől, ami a nemzet bölcsője. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen történelmi rendezvénysorozatot az csak Székesfehérvár rendezhet meg ebben a tematikában, hiszen az ehhez kapcsolódó történelmi események Fehérvárhoz kötődnek. És ezért nem véletlen, hogy ezt a másfél hetes rendezvénysorozatot, ami tényleg nagyon színes, nagyon sokféle dolog van benne, megmutatkozik a kulturális életünk színe java, és azt hiszem, hogy nagyon szép oldalát mutatja, de emellett szeretnénk ezt mindig valahogy elindítani, ezért jött az ötlet, hogy legyen egy külön megnyitó, és az pedig hol lehet máshol, hanem az országalma körül, a nemzeti emlékhely mellett a város főterén. Úgyhogy várunk is mindenkit nagy szeretettel ide péntek este. Én biztos vagyok benne, hogy egy nagyon-nagyon szép megnyitó lesz, és nagyon szépen fog ezáltal elindulni ez a másfél hetes rendezvénysorozat. Mondhatjuk azt, hogy most is egy kicsit ilyen eszenciája lesz ez a megnyitó az elkövetkező 10 napnak? Hát el kell jönni, meg kell nézni, meg kell hallgatni, biztos lesz benne sok meglepetés. Szerintem nem teljesen olyan lesz, mint a tavalyi esztendőben, és hát nyilván szeretnénk emlékezni különböző évfordulókra, vagy évfordulókhoz való közeledést is szeretnénk jelezni. Ugye évforduló, és ezáltal egyfajta emlékéve van ugye Mátyásnak, talán ez vissza fog köszönni a megnyitón, és aztán pedig úgy áttérünk majd második Andrásra és Szent Erzsébetre, hiszen a koronázási szertartásjáték, a Szent István Király Múzeum egy nagyon fontos most nyíló kiállítása, mind-mind második Andrást és korát, az ő és Fehérvár kapcsolatát, nyilván a koronázást, mind itt zajló szertartást, és természetesen Szent Erzsébetnek az életútját fogja megmutatni. Nem véletlen, hogy Sárospatak polgármestere lesz most az a vendégünk, akivel együtt megnyitjuk ezt a másfél hetet és magát a királyi napok rendezvénysorozatot, és Sárospatak ilyen értelemben gyakorlatilag az idei fővédnök. Ugye elindítottuk azt néhány évvel ezelőtt, hogy a Nemzet Történelmi Fővárosának nem csak a város közigazgatási határán belül van feladata, hanem a nemzet egésze tekintetében is meggyőződéssel valljuk, és ezért mindig hívjunk egy vendégvárost. Ugye volt itt már Kaposvár, volt itt Debrecen, volt itt Veszprém, most pedig Sárospatak jön, és ennek az az oka, hogy Szent Erzsébet születésének helye Sárospatak, tehát ilyen értelemben is szeretnénk ehhez a fajta központi elemhez kapcsolódni. Sőt, hát akkor most itt visszacsatolhatunk arra, hogy Kárpát-medence egészéből érkeznek majd résztvevő szereplők, ugye az új programnak köszönhetően, igazgató úr. Így van, a szertartás játékok történetében egy ízben fordult elő a Szent László
szertartás játéka volt, ahol a nagyváradi kapcsolat kézenfekvőként mutatkozott, és ez volt az első olyan alkalom, hogy a határon túl kinyúltunk, hiszen ez egy koprodukcióban valósult meg, nagyváradi kórusok, nagyváradi gyerekek, nagyváradi színészek jöttek és kapcsolódtak ebben a játékban, és akkor megéreztük azt, hogy igen, ennek azért van egy az egész kárpát-medencei magyarságot megszólító üzenete ennek a szertartás játéknak, de jó lenne, hogyha tudnának erről. És hál' Istennek, hogy tegyem hozzá, tudnak. Tehát egyre intenzívebb a jelenlétünk, a nyoma mindannak, ami itt történik, most már immáról 6. éve, és hogy tegyem még hozzá egy polgármester úrhoz kapcsolódóan, hogy kis ihletet nyerjek, néhány héttel ezelőtt ellátogattam Sárospatakra, Szent Erzsébet szülő házát nem mondhatom, mert abban vita van, hogy hol volt a háza, de mondjuk úgy, hogy szülőhelyére. És meglepett, hogy Sárospatakon milyen nagy étosza van Szent Erzsébetnek, mennyire intenzíven ápolják, nem csak néhány lelkes múlttal foglalkozó ember, hanem az egész város mennyire magáénak érzi Szent Erzsébetet, ezt az óriási történelmi szakrális hagyományt, és hagyd tegyem hozzá, hogy ebből aztán egy kis együttműködés is született, hiszen a Szent Erzsébet alapítvány, amely ápolja ezt a kapcsolatot, nagymértékben hozzájárult az idei szertartás játékhoz, hiszen számos korabeli jelmezt adtak nekünk kölcsön, és ráadásul egy vándor kiállítást is elküldtek Székesfehérvárra, tehát az érdeklődők szeptember 21-é, vagy augusztus, szeptemberig nem, de augusztus 21-éig a Színház előcsarnokában egy nagyon tartalmas és szép Szent Erzsébet vándor kiállítást láthatnak. Mondhatjuk, hogy ez is célja lehet egy ilyen nagyszabású programnak, hogy egy kicsit az identitás tudatot erősítse, vagy akár a közösségek közötti kapcsolatot. Mi valljuk azt, hogy egy több mint 1000 éves város, amelyik egyébként a mában is egy erős, fontos városa ennek a nemzetnek, az megmutathatja azt, hogy igenis lehet értékeinket, hagyományainkat tisztelni, történelmünkre büszkének lenni, de egyúttal egy modern, jó hangulatú várost építeni, és ez a kettő nem kizárja egymást, hanem egymáshoz kötődik, egyik sincs a másik nélkül, és azt gondolom, hogy ez a másfél hétben is meg fog jelenni, vidám, mosolygós embereket fogunk reményeim szerint nagy számban látni a belvárosban, de emellett igenis értéket is közvetítünk, emellett hagyományokról beszélünk, emellett büszkék vagyunk a történelemre. Szerintem, aki a koronázási szertartás játékon ott ül, a nézőtér bármely pontján, és belegondol abba, hogy ennek a legfontosabb része, maga a szertartás, ami mégiscsak ennek az államiságnak a legfontosabb megjelenése volt közjogilag, ugyanúgy, mint szakrálisan, az ott fizikailag azon a helyen történt, ezzel a szövegkörnyezettel, ahogy ez a szertartás játékban elhangzik, és ahol elhangzik, az azt gondolom, hogy igenis egy erős büszkeség. Ha ez így hat ránk, akkor pedig úgy gondolom, hogy talán a mindennapok szintjén is ez nagyon sok mindenben egyfajta támogatást tud jelenteni, és úgy látjuk, hogy évről évre rengeteg ember tudunk megmozgatni, rengeteg ember jön be a belváros különböző programjaira, napközben is, este is, késő esti órákban is tele van élettel a belváros, tehát látszik, hogy ezt nem csak néhányan gondoljuk így, hanem nagyon sokan szerencsére erre ezt csatlakoznak, és nem csak Fehérvárról, hanem számos turistát fogunk vendégül látni, tele lesznek a szállodák, és tegyünk hozzá, hogy ezen közül nagyon sok zarándokot, aki kifejezetten jön Szent István ünnepén, annak érdekében, hogy Szent István városában, a nemzet történelmi fővárosában rója le tiszteletét. Tulajdonképpen ez volt az egyik gondolat is, ami elindította annak idején a szertartás játékot az útjára, hogyha jól emlékszem, mert beszélgettünk már erről néhányszor. Ez így van. Én azt gondolom, hogy minden egyes szertartás játék arról tesz tanúbizonyságot, hogy egy rendkívül gazdag történelmi múlt örökösei vagyunk, és ezek a szertartás játékok tulajdonképpen ezt az örökséget teszik élővé minden egyes évben. Tegyük hozzá, hogy igazgató úr első igazgatói pályázatában szerepelt az a gondolat, amit most szerénység okán nem citált ide, de én ezt megtehetem, hogy lelkekben fölépíteni ezt a bizonyos koronázó templomot, koronázó bazilikát, és bizonyos értelemben úgy gondolom, hogy a királyi napok vonatkozásában és a koronázási szertartás játék tekintetében ez mindenképpen meg is valósul. Ezt köszönöm, hogy ezt polgármester helyettem elmondta. Én csak annyival hagy egészítsem ki, hogy amikor meg szokták kérdezni, hogy én mire vagyok a legbüszkébb, én őszintén szólva nem a színpadi sikerekre,
hanem arra néhány, nem több, de néhány másodperce, vagy néhány pillanatra, amikor az ember egy színházi produkciót nézve egyszer csak átlendül, és már nem egy színházi produkciót lát, hanem valóban létrejön az a varázs, amiről a polgármester beszél, hogy picit, na most, mintha azt érezném, mintha ott vagyok, mintha benne lennék is, ez a mintha benne lennék, mintha ott lennék. Igen, ez az a virtuális fölépítése a bazilikának, ami egy nagy álom is, ami hál' Istennek, immáron 6. éve ez meg is valósul. És talán még egy kis történet ehhez, azt hiszem, hogy érdemes, hogy legalábbis, hogy hozzátegyük. A pár évvel ezelőtt, egy augusztus 20-án egy nagy számú, több mint 100 fős csángó csoport járt a városba. Egyébként az azóta többször megismétlődött, és megkérdeztem tőlük, hogy hát miért pont itt vannak augusztus 20-án, és rám nézett egy hölgy, és csak annyit mondott, hogy nem is érti a kérdést, hiszen minden magyar embernek egyszer el kell zarándokolni Szent István városába és Szent István sírjához. És azt hiszem, hogy ebben a gondolatban minden benne volt, ami ehhez a városhoz kötődik. Ugye mi, akik minden nap itt élünk, és nyilván otthonunként szeretjük ezt a várost, mi büszkén valljuk ezt, de emellett természetes is. Érdemes azt gondolom, hogy néha egy kicsit megállni, és egy kicsit átgondolni, hogy hol is élünk, és mely városnak vagyunk mi a polgárai. És még egyszer, és ez nem zárja ki azt, hogy egyébekben ebben a másfél hétben mindenki jól érezze magát, sétáljon, barátok, családok, ismerősök találkozási pontja legyen a belváros, leüljenek, beszélgessenek, kávézók, éttermek, teraszain, és egyáltalán legyen jó hangulata ennek a másfél hétnek itt augusztus közepén. Hát olyannyira nem, hogy ugye, hogyha a szertartás játékra gondolunk, akkor azért egy ilyen nagyon élményszerű, nagyon modern dolog kerül az emberekhez közel, a fiatalokhoz is közel, és hát nyilván talán ez az élményszerűség is könnyebbé teszi azt, hogy a történelmet, a történeteket átadjuk nekik. Mindenképpen, hiszen egyfajta történelemmesélés is a szándékunk. A történelemnek azt az oldalát szeretnénk elmesélni, amit a történelemkönyvek nem tanítanak. A történelemkönyvek azok telefonkönyvek, ahol évszámok és nevek sorakoznak, és ezeket az ember bebiflázza tanulmányai során, de fontos tudni, hogy a történelemnek van egy emberi oldala, és különösen a szubjektív ember és a személyiségnek az ereje a kora közép korban, tehát pontosan az Árpád-kor korszakában óriási jelentőségű. Ez az az időszak, amikor még a királyokat igazából kevés dolog korlátozza. Korlátlan hatalmú emberek, és ebből kifolyólag az ország és a nemzet is olyan lesz, amilyennek ők maguk. Vannak nagyon tehetséges, nagy személyiségek, és akkor növekszik a nemzet, és vannak hitványak, ahol a szétzüllés, az anarchia vár az országra. Tehát óriási a felelőssége az egy személyes embernek, de a történelem az tulajdonképpen különösen korai korszakában egy személyes történet, és ez a személyiség nagyon izgalmas és nagyon lendületes, szinte időszerűen, kivétel nélkül mindig krimiszerű is. És hát emellett tegyük hozzá, hogy Mátyás emlékév mi fontos ebben a város történelme szempontjából, és második András időszakát tekintetében pedig ugye egy európai kitekintésű esemény is történik, hiszen az aranybulla kibocsátása, ami gyakorlatilag mégiscsak a második írott európai alkotmány, ugye pár évvel csak a Magna Carta után, ez szerintem visszagondolva egy óriási tett és eredmény volt. Nem utolsó sorban hagyományaink szerint ez itt történt Fehérváron. Fehérvárra vonatkozó nagyon fontos kötelezettséget írt elő a királynak, illetve a nádornak. Ennek szövegrészlete olvasható a Városháza dísztermébe a falon, és azt jelzi, hogy a királynak is kötelessége volt évente legalább egyszer ide eljönni, és meghallgatni az emberek mindennapi gondjait, panaszait. És ami miatt ezt érdemes egy kicsit felidézni, hogy néhány év választ el bennünket attól, hogy egy nagyon kerek évfordulóhoz érkezünk ebben a vonatkozásban, hiszen 2022-ben a 800. évfordulójára emlékezhetünk majd az aranybulla fehérvári kibocsátásának, és tegyük hozzá, hogy Székesfehérvár alapításának pedig az 1050. évfordulója lesz. Tehát két gyönyörű és nagyon kerek évforduló. Egy picit úgy lássunk is előre, hogy ebben az évben azt hiszem, hogy talán ezen az úton is elindulunk, hogy ezt méltó módon ünnepeljük majd meg. Ez ugye, erről is beszélgettünk már igazgatóra, hogy ugye az aranybulla nyilván egy megkerülhetetlen momentum és fontos momentum az idei szertartás játékban, de hát van ott még két érdekes szál. Valóban. Az egyik maga Szent Erzsébet, a másik pedig Gertrúd, a Gertrúd gyilkosság. Ugye én ezt az orvosó próbán is említettem a színészeknek, és ez szívesen mondom, hogy a Gertrúd gyilkosság, ami ma már tudjuk,
nem tudjuk, hogy hogyan történt, de azt tudjuk, hogy nem úgy történt, ahogy a Katona József bánkbányából ismerjük. Az egy igazi X-akták. Különböző, és mint ilyenek természetesen teóriáknak és fikcióknak adnak alapot. Mi egy típusú fikciót tettünk magunkévá ebben az előadásban. Talán hangsúlyozom, hogy jelezzük, hogy ez fikció, és a valószínűleg a teljes igazság soha nem derül ki. Az igazság azonban maga a tény, hogy egy nagyon gazdag és jelentős európai nemzet királynéját meggyilkolják brutális módon, mert ez a brutális gyilkosság volt, hiszen gondoljunk bele, hogy Gertrude maradványait két templomba temették el. Tehát több darabba vágták, az egyiket Pilisszentkereszten, a másikat pedig a leleszi kápolnában helyezték el. Ez egész Európát sokkolta. Tehát ez valami nagyon-nagyon durva dolog volt. Mi állhatott a gyilkosok motivumai mögött? Ez egy különleges és izgalmas, talán ebből egy külön drámát lehetne csinálni. Ami a legfeltűnőbb azonban az, hogy néhány évtized múlva Zács Felicián Visegrádon nekiront a királyi párnak, nem sikerül őket meggyilkolni, megsérti a királynő négy ujját. Zács Felinciánt természetesen felkoncolják, és harmadizviglen az egész rokonságot kiírtják. Mindehhez képest meggyilkolják, brutális módon meggyilkolják Gertrudot, az elkövetőt karóba húzzák, és csönd. És a többi elkövető elrakják a hivatalukból, félreállítják, de semmi. Ez is egy érdekes szál. Igen, tehát ezen azért az ember elgondolkodik, hogy ez hogy is van. Annyi műhelytitkot szeretnék elárulni, hogy amikor először elhozta a szövegkönyv tervezetét igazgató úr hozzánk, akkor egy nagyjából 2 órás előadásban az egészet el is játszotta. Ezt már csak azért mondom, mert vannak itt már kedves színészek a környezetünkben, akik szerencsére visszatérnek hozzánk, amit külön köszönök, és a fiatalokat is külön köszöntöm a szertartásjátékba, és egy tényleg 2 órás kis előadást tartott nekünk igazgató úr, az egész ívet felrajzolta. Szerintem érdemes jegyet vásárolni, különösen azért is hívnám föl erre a figyelmet, mert a koronázási szertartásjátékra nagyon szépen fogynak a jegyek, úgyhogy érdemes, azt gondolom, hogy még a maradék jegyek közül mindenkinek a lehetőséget biztosítani, hogy megnézhessék. Akkor még egy kicsit kérünk vissza erre az akciódús jelenetre, hogyha lehet, igazgató úr. Nos, Gertrudon túl Szent Erzsébet a harmadik olyan fontos szál, ami ezt a királyt, mint embert, mint személyiséget jellemzi, és ez pedig maga a lánya, Szent Erzsébet. Szent Erzsébet egy egész különleges története az árpádházi királyoknak, hiszen ha árpádházi királyokról és királynékről beszélünk, hát az árpádházi szentek azok egy külön történet. Nem tudok még egy olyan uralkodó családról, amely ennyi szentet adott volna az egyháznak, mint az Árpádház. És ezek közül Szent Erzsébet talán a legmarkánsabb, és az egész világon a legismertebb. Szent Erzsébet mindenek előtt, azon kívül, hogy szent volt, először is királylány, király kisasszony. De nem úgy, ahogy a mesékben a király kisasszonyt elképzeljük, hanem úgy, ahogy egy király kisasszonynak nem illik viselkedni, nem illik kimenni a szegények közé, nem illik hozzájuk érni, nem illik folyamatosan csak osztogatni nekik adományokat. Tehát egy csomó olyan megmozdulása van ennek a lánynak, amely az ő közvetlen környezetében visszatetszést kelt, és tulajdonképpen hajszán hián Warburgból visszazavarják Magyarországra, és hogy ne ez történjen, annak tulajdonképpen csak az egész különleges szerelem az oka, amely Erzsébetet Türingiai Lajoshoz, a későbbi férjéhez fűzi. Ez egy igazi szerelem. Három meg egy igazi gyerek születik belőle. És ugye talán? Gondoljunk bele, hogy egy szenteknél ugye mindig megszok, hát szent, igen, és akkor ott böjtöl són és kenyéren egy cellában. Tehát ennek a szentnek 3 gyereke van. Ez egy feleség volt, még mindig nem is akármilyen feleség. Csak szerencsétlenségére a férje meghal, egy óriási törés következik az életében, és egy egészen más elhivatottság ébred a lelkében, és ő hallgat erre az elhivatottságot jelentő szóra, és végigmegy ezen az úton,
csodálatos történet. Tehát tényleg mindenki, azt gondolom, aki egy picit is csak így megkaparja a felületem, ezt a részben Magyarországon, részben pedig Warburg, Eisenach és Marburg környékén játszódó történetet, és ennek a fantasztikus egyéniségnek, a Szent Erzsébetnek, aki csak úgy zárójelbe tegyük hozzá, 24 éves korában már halott, és öt év múlva már a pápa szenté avatja, és az egész világ szentként tiszteli. Tehát ezzel a történettel megismerkedni, az egy nagyon tartalmas és hasznos dolog. Hogy polgármester úr is említette, 2 órás élményszerű előadást tartott, közben tegnap már itt Varga Gabriela színművésznő volt a vendégünk, aki hasonló élményekről beszélt az olvasópróba kapcsán. Hogyan fogja tudni ezt belesűríteni? Hát igen, ez mindig, ugye általában 90 perc körüliek ezek a szertartás játékok. Lehetne több, hiszen, ahogy a polgármester is mondta, leülök, akkor órákat tudok erről mesélni, de azért ott a romkertben órákon keresztül egy helyben ülni, az nem olyan kellemes. Tehát körülbelül ez a 90-100 perc az az intervallum, amit az emberek még érdeklődéssel és figyelemmel tudnak kísérni. Ebbe belesűríteni mindent nem lehet. Na, szóval ne kerülgessük. Nem lehet, és ilyenkor az emberben mindig van egy ilyen frusztrált érzés, hogy valami fontosat, valami lényegeset kihagytam. Hát tulajdonképpen talán éppen ez a legnehezebb, hogy az ember arra törekedjen, hogy ami igazán lényeges, az benne maradjon. Hát ebben a reményben csináljuk, hogy ami igazán lényeges, azt megmutatjuk, ami pedig kevésbé lényeges, az iránt a privát érdeklődést felszítsuk. Vagy különböző program elemeken megmutatják, hiszen hogyha hozzáveszünk azt, hogy a koronázási ünnepi játékok itt egy kis középkori életképet ad mindig az érdeklődőknek, mindig van valami pályázat, most ugye ez is Szent Erzsébethez tartozik, tehát ezek a kiegészítő programok azért arra adnak lehetőséget, hogy ezt a területet is feldolgozzák talán. Így van, tehát bőséggel bele lehet utazni ebbe a történetbe, és bízom benne, hogy ez meg is fog történni. Melyik elemet várja leginkább a királyi napoktól? Ez tudom, ronda kérdés. Én azt gondolom, hogy azért talán a legmeghatóbb, vagy a leginkább meghatározó az nyilván maga a koronázási szertartásjáték, pont azért, mert hogy maga a koronázás azon a helyen azzal a szövegkönyvvel történt, ahogy ez most is el fog hangozni, és ahol el fog hangozni. Emellett szerintem minden elemnek megvan a lényeges rész, hogy mitől válik részévé az egésznek, és az egész maga a királyi napok rendezvénysorozat. Szerintem a megnyitóval érdemes majd kezdeni, érdemes megint a Fény utcán végig sétálni, megnézni, hogy a bíróság épületén, a bíróság homlokzatán mi lesz az új csoda, amit Fényből egy igazi világsztár meg fog alkotni. Szerintem egy különleges dolog lesz. Ugyanúgy, mint ahogy a Néptáncfesztivál sokak által várt program, egy nemzetközileg is azt gondolom, most már jegyzett néptáncfesztivál, nagyon sok érdekes, izgalmas kultúrát fogunk a táncon keresztül egy kicsit tudni megismerni. Nyilván a muzsikaszakrát szeretném mindenképpen kiemelni, csodálatos muzsikaszó lesz szintén a Nemzeti Emlékhelyen, szintén ott fog ez felhangozni, felcsendülni, ami azt hiszem, hogy a nemzet bölcsőjeként egy nagyon fontos hely szívünknek, lelkünknek. Ott lesznek a könnyedebb programok, ugyanúgy, mint 2 csodálatos kiállítás, Csókképtárban a bazilika kiállítás, a barokk évében, és a rendház épületében pedig II. Andrásról és koráról rendeznek majd kiállítást. Igazgató úr, ilyenkor jut idő a próbán kívül arra, hogy egy kicsit körbesétáljon itt a székesfehérvári királyi napokon? Éjszaka. Éjszaka? Éjszaka, amikor ballagok haza. Meg amikor ballagok egyébként a romkert felé, mert az igazság, hogy ilyenkor őszintén szóval nagyon belehúzódok ebbe a történetbe, és tudom, hogy ez leszív, tehát ez 100%-kal kívánja az embert. Ez egy hatalmas monstrum van a hátam mögött, és ezt be kell lendíteni, ezt fegyelemmel, remdel, ihletettséggel színpadra kell állítani, és közben azért ne felejtsük el, hogy félszemmel pedig fölfelé kell nézni, hogy és meg tudjuk-e tartani az előadást. Mert ez az örök izgalom. Igen, és egy vagy két nap ott elmosott az eső, ettől függetlenül az előadásnak meg kell születnie, tehát ezek nagyon-nagyon sűrű napok. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és sok sikert kívánok. Köszönjük a lehetőséget, és azt gondolom, hogy mindenkit nagy szeretettel, tisztelettel várunk a királyi napok rendezvénysorozat minden eseményére. Érezze mindenki nagyon jól magát. Mindent megteszünk, remélem nem fognak bennünk csalódni.
Köszönöm szépen még egyszer nézőinknek, pedig megköszönöm a figyelmüket. Art Café Fehérvárral holnap is jelentkezünk innen Székesfehérvár belvárosából, akkor például a muzika szakráról ejtünk majd szót, de szó lesz a koronázási ünnepi játékok más programelemeiről, és a szertartási játékról is. Tartsanak velünk, hogyha tehetik, viszontlátásra, kellemes időtöltést!